Mintegy 1,5 milliárd forintért megvásárolja az EPCOSZ megüresedő telephelyét Szombathely. Iskola bővítésre vagy lakás célra hasznosulhat a terület. Nőkonferenciát tartottak a Szavária Múzeumban. A feminizmusról is szó volt, de is megjelent a híres Szombathelyi Nők sorozat 10. kötete. A Tatabánya csapatai ellen szálltak vízbe az ifjú szombathelyi vízilabdázók. 2 vereséggel és 1 döntetlennel zárták a napot. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Segíteni a Szombathelyen munkát adó cégeket és takarékosan gazdálkodni. Ezek is a 2014-es célok a városban. A február végén elfogadott költségvetésről Molnár Miklós alpolgármester beszélt Szombathely Ma című műsorunkban. Óvatosan tervezték meg Szombathely költségvetését, ezt mondta Szombathely Ma című műsorunkban Molnár Miklós. Az alpolgármester hangsúlyozta, a 2014-es büdzsében annyi iparűzési adóbevételt tervezett az önkormányzat, mint amennyi tavaly befolyt a városkasszájába. Mondják, hogy hiszen tavaly beruházások voltak, nőni fog a gazdaság. Igen, nagy valószínűséggel nőni fog, ha a világpiacon a körülmények nem változnak. Ez majd ki fog derülni szeptember-október környékén. 2. A kivetett előlegek révén ez a 6,2 milliárd tervezhető. Gazdasági megfontolásból a helyi munkahelyteremtő vállalkozások segítése a város célja. Szerintem nekünk továbbra is az úton kell járni, hogy az itt lévő cégeknek a fejlődését kell elősegíteni, hogy ők még nagyobbak legyenek. Ők már ma is a csoportjaikon belül a vagy legnagyobbak, vagy majdnem legnagyobbak az anyacégekhez, anyacéggel mellett. Szombathely február végén elfogadott költségvetésében 15 milliárd 980 millió forint a bevételi és ugyanennyi a kiadási fő összeg 2014-re, így 0 forint a költségvetési hiány. A működési és a fejlesztési összegek kiegyenlítik egymást, a működési többlet és a fejlesztési hiány is 424 millió forint. Iskola bővítésre vagy lakás célra hasznosulhat az EPCOSZ Szent László Király utcai telephelye. A város ugyanis megvásárolja a megüresedő ingatlant. Kedden írták alá az adásvételi szerződést. A vállalat a jövőbeni fejlesztéseit a Csaba utcában tervezi. Az EPCOSZ Kft. 20 évvel ezelőtt a Szent László Király utcában az egykori Remix gyár területén kezdte meg működését Szombathelyen. A folyamatos fejlődés eredményeként kinőtték a mintegy 2 hektáros ingatlant, már a Csaba utcában is vannak csarnokaik. Itt is képzelik el a jövőt, új gyáregységet építenek, 10 milliárd forintos beruházás hajt végre a vállalat. Egy megfelelő infrastruktúrát akartunk volna a következő termékgenerációknak kialakítani, akkor le kellett volna őket bontani, és újjá kellett volna építeni, új termelőcsarnokokat kellett volna építeni a város szívében. Én szerintem ez sem nem a városnak az érdeke, sem pedig a mi érdeke. Nem, hiszen olyan kötöttségekbe ütköztünk volna, amely egyáltalán lehetetlenítette volna az új termékeknek a gazdaságos termelését Szombathelyen. A belvárosi gyártelep közelében iskolák is vannak, a nagyáru forgalom nehezítette az utcában a környéken a közlekedést. A vállalat kiüríti az ingatlant, a város pedig megvásárolja a 2 hektáros területet 1 milliárd 450 millió forintért. 3 év alatt törlesztjük a vételárat. Már vannak elképzelések, hogy mihez kezd a város az ingatlannal. Például megvalósulhat a Remények iskola bővítése. Lakásépítési programba kezdünk, és a lakásépítésnek egy megfelelő területe lesz ez. Gyakorlatilag belvárosi terület, kvalifikált munkaerőre van szükség, munkaerő hiány van jó néhány szakmából. Szombathelyen szeretnénk ide hívni, ide csábítani az embereket, ehhez pedig lakást kell adni. A tervek szerint év végén, jövő év elején már állhatnak a Csaba utcában az EPCOSZ új gyáregységei. Ahogy a cég kiköltözik a belvárosi ingatlanból, tavasszal már kezdődhet is a városi fejlesztési tervek megvalósítása. Kétségbe esett és hazug vádnak minősítette a Fidesz szombathelyi szervezete az MSZP közleményét. Miszerint Hende Csaba, miközben a minisztériumi autóval jár Szombathelyre, költségtérítést vesz fel, Szombathelyi lakását kiadta albérletbe, és annak bérleti díját nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában. A Szombathelyi Fidesz szervezet reagálásában úgy fogalmazott, Hende Csaba a képviselői alapdíjon kívül országgyűlési munkájáért semmilyen más jövedelmet nem vesz fel.
Szombathelyi háza jelenleg nincs kiadva. Azt Hende Csaba használja, amikor Szombathelyen tartózkodik. A Fidesz közleményében azt írja, szánalmas a szocialisták figyelemelterelése arról, hogy hétfőn őrizetbe vették Simon Gábort, Mesterházi Attila egykori helyettesét, bizalmasát. Munkahelyteremtés, közbiztonság és elszámoltatás. Ez a három legfontosabb pontja a Jobbik Magyarországért mozgalom választási programjának, jelentette be Balassa Péter, a párt országgyűlési képviselőjelöltje. A Jobbik a saját programjával kíván foglalkozni a választások idején. Balassa Péter képviselőjelölt a 84 oldalas dokumentumról tartott tájékoztatót és hozzátette, a párt programját bárki megismerheti, hiszen nyilvános. A politikus szerint a Jobbik emberközpontú hétköznapi politikát folytat. A fórumon részt vett Mirkóczi Ádám, a Jobbik szóvivője, aki a Székely Szabadság napján külön köszöntötte a székely vendégeiket, és reményét fejezte ki, hogy együttműködésük hosszú távra szól. A Jobbik a program alapján fontosnak tartja, hogy a Magyarországról kijáró munkásokat visszacsábítsák, idehaza biztosítsanak munkahelyet és megélhetést számukra. Asszonybeszéd. Ezt a címet kapta a Szavária Múzeumban tartott nőtörténeti konferencia. A tanácskozásnak apropót adott a nőnap, valamint a híres szombathelyi nők sorozat 10. kötetének megjelenése. Kiállítás is nyílt a jubileumi kiadványhoz kapcsolódva. A feminizmusról, a nők jogi helyzetéről és a nő egyesületekről is szóltak előadások a nőtörténeti konferencián. Az előadók a nők egyenjogúságának útjáról is beszámoltak a Szavária Múzeumban. Egy identitást meg kell töltsünk olyan tartalommal, ami mentes a sztereotípiáktól és a másodrangúságnak a belső vétételétől, az elfogadásától. Úgy érzem, ehhez remekül hozzájárult a konferencia, új tartalommal töltve meg az asszonybeszéd szót, és egy igazi, valódi, erős, pozitív üzenettel és identitással segítheti a hallgatóságot. A konferencia egyik apropója volt, hogy jubileumi kiadványához érkezett a híres Szombathelyi Nők könyvsorozat. A Szülőföld kiadó gondozásában megjelent kötet egy jótékonykodásáról híressé vált asszony, dr. Pető Ernőné Szegedi Georgina életét dolgozza fel. Pályafutását Augusta főherceg asszony udvarhölgyeként kezdte, ami szintén egyedülálló Vas megyében, hiszen nagyon kevés arisztokrata hölgy mondhatja el magáról azt, hogy a Habsburg királyi udvarban teljesített szolgálatot. Ő igen, ő 4 éven keresztül volt a főhercegasszony udvarhölgye. Aztán miután hazaért, átvette a stafétabotot édesanyjától, és a jótékonyság oldalára állt ő is. Szegedi Georgina maga is ápolónő volt, az első világháborúban is szolgált, majd a világégés után is folytatta az egészségügyi jótékonysági munkát. Erről is szól a kötet. A nőkönyv sorozat hamarosan újabb kiadvánnyal folytatódik. A sorozatot 22 kötetűre terveztük eredendően. A következő kötet Földes Éva lesz, aki neveléstörténész volt, sporttörténész, őróla fog szólni a következő kötet. A nőkonferenciát kiállítás is kísérte. Az eddig megjelent 10 könyv főszereplőinek személyes tárgyai és emlékei láthatóak a tárlaton. 9-en tettek állampolgársági esküt a Városházán. Tóth Gézára emlékeznek a hétvégén Szombathelyen. Gyerekek ismerkedtek az 1848-as forradalom emlékeivel a Schmidt Múzeumban. Rövid hírekkel folytatjuk. 9-en tettek állampolgársági esküt kedden a Városházán. Magyarország új állampolgárainak Puskás Tivadar adta át a honosítási okiratot. A polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az állampolgárság felelősség is, hiszen tetteiken keresztül az egész országot fogják megítélni. Puskás Tivadar azt kívánta, mindannyian találják meg számításaikat hazánkban. Tóth Gézára emlékeznek Szombathelyen. Megkoszorúzzák majd a 2011-ben elhunyt világbajnok súlyemelő szobrát a róla elnevezett téren, és a hétvégén tartják a 3. Tóth Géza súlyemelő emlékversenyt. A megmérettetés az utolsó erőpróba a 3 hét múlva kezdődő felnőtt Európa-bajnokság előtt.
A szombathelyi tornát mintegy 50 versenyző részvételével rendezik. A versenyről tartott tájékoztatón Puskás Tivadar polgármester hangsúlyozta, Tóth Gézának, Szombathely díszpolgárának emléke emberi és sportolói példát is állíthat a fiataloknak, Szombathely városának pedig fontos az emlékezés és a neves sportoló előtti tisztelgés. Gyerekek ismerkedtek az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékeivel a Schmidt Múzeumban. Itt található a 48-as emlékek leggazdagabb tárháza Vas megyében. A foglalkozáson a korabeli sajtótermékek, viseletek, fegyverek közt ismerkedtek a gyerekek a forradalom eseményeivel. A nemzeti színek számos műtárgyon felfedezhetőek, a szolgálati övön, a karszalagon, a sapkarózsán és eredeti kokárdán, amely Petőfi Sándor nemzeti dalának Pozsonyban nyomtatott első példányát díszíti. A Szigliget című bohózat fotós próbáját tartották a Vörös Sándor Színházban. A bemutató pénteken március 14-én este 7 órakor lesz. A darabot Balikó Tamás rendezi, aki először dolgozik Szombathelyen. Hamvai Kornél Michael Frayn a nagy sikerű Függöny fel című bohózat írójának Bálmorál című művét adaptálta az 50-es évek szigligeti alkotóházába. A mű egy úgynevezett görbetűkör az 1950-es évekről és az akkori rendszerről, emellett pedig egy felhőtlen szórakozást ígérő bohózat. Meg kell beszélni a mi dolgunkkal. Most? Lebuktunk. Ugyanis már akkor is sikítok, ha nem színvelem. Mindenki tudja a házban. A bohózat egyik legérdekesebb karaktere Malacsik Istváné, akit Bajomi Nagy György formál meg. A színművész a próba folyamatot is élvezte. Rögös úton tartunk, tehát még nem tudom azt mondani, hogy kész van. Hát nagyon nehéz, tehát rettetesen nehéz, ilyen nagyon komoly fizikai munka, én azt gondolom mindenkinek. Itt színész szempontból azok a legnehezebbek, tudom, amikor egy-egy mondatokat kell folyamatosan beszúrni, mondjuk, mit tudom, 60-70 a színpadon, és mindenki egyet mond, tudod, hogy azt megjegyezni, hát az ember próbáló feladat. Szóval nagyon nehéz, de mivel hogy egy vígjáték, nagyon kell már a néző, hogy devessenek, és az, gondolom, az fog minket megsegíteni. A magyar fordításnak köszönhető, hogy a mű tele van szójátékkal és igazi magyar humorral. Röggel, reggel, rögeszme, regeszme. A történet szerint a Szigligeti házban várja az ihletet Lukics Mária drámaíró. A nagy étvágyú, ám férjezett asszonyt Kismari játsza. Nagyon szeretem a karakteremet, írónő, az a típusú nő, az a típusú ember, aki nem nagy képességű, ezért minden más lehetőséget használ fel. Speciálit a testét nyilván arra, hogy érvényesüljön és karriert építsen. A Szigliget című darabot Balikó Tamás rendezi, aki először dolgozik Szombathelyen a Vörös Sándor Színházban. Nagyon jól érzem magam itt a színházban, és először járok itt. Nagyon régi barátom a Jordán Tamás, nyilván lehet ez, akit ez egyáltalán érdekel, tudhatja, hogy nagyon sok mindent csináltunk együtt végig. Nagy megtiszteltetés és nagyon nagy öröm, hogy meghívott ide dolgozni. A bemutató március 14-én pénteken este 7 órakor lesz. Két vereség és egy döntetlen a Domino Avus korosztályos vízilabda csapatainak hétvégi mérlege. A Szombathelyiek mindhárom együttese a Tatabánya hasonló korcsoportú csapatai ellen szállt vízbe. Vasárnap ismét vízilabdás délutánt rendeztek a Szombathelyi Fedettuszodában. Az elit csoport B-gyekvő Domino Avus csapatai a rendkívül jó erőkből álló tatabányai utánpótlással néztek farkas szemet. A párharcból sajnos a vendégek jöttek ki jobban, a serdülők meccsét 11-9-re, míg az ifjúságiakét 12-9-re nyerték meg, a rendkívül izgalmasan alakuló gyermekmérkőzés pedig 10-10-es döntetlenre végződött. A negatív végeredmény ellenére a vasi játékosok nem teljesítettek rosszul. Szerintem nagyon bennük volt ez az akarat, az, hogy bebizonyítsák tényleg, hogy mi nekünk a felsőházban lenne a helyünk. Ugye a bírók ugyanazok voltak, mint a kvalifikációs mérkőzésen is, úgyhogy próbáltuk megmutatni azt, hogy igenis nekünk felsőházban lenne a helyünk, és ezért szerintem testileg, lelkileg, pszichikailag, pszichésen is teljesen ott voltak a srácok. A színvonalas, izgalmas találkozókat ezúttal is nagyon sokan tekintették meg a Fedettuszoda nézőteréről. Ott voltak köztük a Gotthárd iskola pedagógusai, akik azért látogattak ki a meccsekre, hogy megnézzék tanítványaikat.
Mindent megteszünk azért, hogy minden lehetséges alkalmat megragadjunk, és büszkélkedhessünk a gyerekekben. Most jelenleg éppen egy olyan időszak van, hogy a tantestület több tagja is itt jelen van a mérkőzésen, és hát ha teheti, mindig a kollégák közül valaki jelen van. A hétvégi gyengébb szereplés ellenére a Domino Avusnak minden esélye megvan arra, hogy kiharcolhassa a feljutást az elit csoportba. Ahhoz azonban a folytatásban jobb teljesítménnyel kell előrukkolniuk a szombathelyi vízilabda csapatoknak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi 7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!